elejű filozófiai teljesítmények Magyarországon. Mint a 17. században, ugye ez néha úgy megmosolyogtató, hogy mondjuk valaki, ez egy régi magyaros olyan szerzővel foglalkozik, aki kétszer találkozott Rousseauval és 4 levelet váltottak, és akkor azt mondja, hogy azok milyen izgalmasak, az a 4 levél Rousseauval, de bár soha semmit le nem ír, de hogy az már milyen érdekes. És akkor így Rousseau mellé téve ezeket a 18. századi magyar alakokat, azért azt mondja az ember, hogy tehát, hogy de hogy ugyanakkor meg például az, hogy például csak egy példát mondok, hogy csináltunk egy konferenciát Pesten, szerveztem a Cartesi Descartes cartesianizmusáról, és akkor ott volt a Mester Bélának az előadása, ami ráadásul a konferencián meglehetősen rossz visszhangot keltett, elég méltatlanul, viszont utána publikáltuk az egész konferencia anyagát. És amikor megjelent a magyar filozófiai szemlében, ugye egy francia nyelvű számként, utána az Archive de Philosophie-ban megjelent hozzá róla egy nagy recenzió Emmanuel Scribano tollából, aki azért egy elég jelentős kortárs kartéziánus filozófia történész, és hát nagyon sokra értékelte az egész számot, de messze menően kiemelte a Béla cikkét, mondanám, hogy számára ez volt a legérdekesebb, az, hogy másokat okoskodnak Descartesről, Magyarországról, például én, az nem annyira volt számára izgalmas. De azt, hogy a Béla elmondta, hogy az erdélyi, a kartéziánus recepció Erdélyben milyen, azt mondta, hogy na végre itt valamit olvasok, amiből én is tanulok, és hogy mennyire eljös ott az utolsó sorokban, mennyire fontos ennek az egésznek a feltárás. Na, és még csak egy megjegyzés ez, hogy én most szembesültem vele, hogy próbáltam, én is írtam a szövegemet, hogy mi van, hogy a szegedi iskola, ugye az végül is a kolozsvári iskola örököse valamennyien szinte, és akkor a mi doktoriskolánk az Málnási Bartók Györgyről van elnevezve. De én megmondom őszintén, hogy én iszonyú keveset tudok Málnási Bartók Györgyről, annak ellenére, hogy Szegeden az első filozófia tanszékvezető professzor volt, és hát most elkezdtem utána olvasni, és elszégyeltem magam. Na, tehát, hogy ez a probléma, hogy miért van egy ilyen kontraszelekció bennem például, és hogy azt gondolom, hogy erre a te előadásod olyan nagyon jól rámutat. Igen, tehát erről van valószínűleg. Tehát ez azért, hogy pozitivistaként gondolkozom, egyszerűen oda kell menni, föl kell tárni a forrásokat. Tehát egész egyszerűen, és akkor ezek nyilván, tehát hogy hol vannak, ez nyilván erdélyi kincsesbánya, a román kollégák néznek, hogy itt mik vannak majd szememben, és hogyan kora-ukora kapcsolatban, tehát és mi meg, stb. Ezek a magyar életre 100 vonatkozású források. Ami érdekes még, sok mindent nem tudunk. Tehát ezt például melyikőtök tudja, hogy a Christian Wolff metafizikák, a Deutsche metafizika az egy meglehetősen Kant előtti német filozófia történet meghatározó műve. Annak a előkészületén ott van egy magyar ember, a Wolffnak két munkatársa van körülbelül, aki gondozza ezt a művet, ennek a kiadását, stb. Tehát, hogy van egy csomó dolog, amit nem tudunk, és azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok mindent nem tudunk a 16-17. Századi magyar gondolkodás történetről. Minden tiszteletem a Bélai előtt 19. századi profil kiváló filozófia történésznek tartom. Úgyhogy az, hogy miért nem tudunk erről, ez nagyon... Szerintem van egy ilyen nagyon érdekes válasz, ez igen. És hogy beleszagolok a levegőbe, és azt mondom, van egy kulturális identitásunk, akkor azt mondom, hogy ez a romantika által meghatározott kulturális identitás. Nemzeti panteon, nagyjaink panteonja, mint tudom, reformkori nagyok. Nincs egy Descartesünk, oké, tehát ami a Descartes, csak ilyen tényleg, mi a Descartes a francia kultúrában. És mi a Martin Luther a német kultúrában? Most mondjuk mondtam kettő, nem kell filozófusnak lenni egyébként, most nem is erről, hanem a maga korszak az érdekes. Sajnos ugye az a helyzet, hogy
És a romantika egyszerűen valamiféleképpen ledúrja magáról azt megelőző korszakokat. Minden, ami egy olyan stilális nyelven van megírva, Bethlen Miklós 1708-ban megírja az előjáró beszélt, mostában sokat foglalkozok ennek a filozófiai elemzésével, az egy romantikus szemüvegen keresztül ez a 100-150 évvel azelőtt magyar romantika előtti, vagy 100 évvel a magyar romantika, 120-30 évvel a magyar romantika előtti szöveg, ugye mit csinál? A Schilleri alapon bedobjuk a naiv regiszterbe, a szentimentális, reflexív, civilizáltal szemben. Az kvázi egy ilyen műveletlen népnyelven van megírva, miközben főnemes. Egy egyetemet megjárt főnemesről van szó, aki ráadásul még csak nem is a főnemesi stílus regiszterben, hogyha most szociológián nézzük itt, hanem a filozófia nyelvét írja, ami egy másik dolog. Nyilván utána az önéletírásában van már más a helyzet, stb. És nem akarom ezt ragozni. De hogy az van, hogy a romantika ledúrja. Ledúrja azokat a fejleményeket, amik voltak, amik 1772 szoktuk, mi az Ágis tragédiai besenyek jövet. Ez a középiskolai határpont, oké? Tehát, hogy minden, ami az előtt van, azt nem látjuk. Sőt, még azután is nagyon sok mindent nem láttunk. Sokan nagy Vitéz Mihályt se látjuk egészen pontosan. De ami az előtt volt, az egészen egy nyelvi történet. Előveszünk egy 16. századi szöveget, és azt mondjuk, hát ez olyan, mintha egy műveletlen, fölműves mondaná. Ami bizonyos történettudomány szempontból lehet, hogy egy forrásértékű valami, de filozófia, intellektuális, mit akarunk ezzel? Miközben lehet, hogy nem. Jó. Jó. Köszönjük szépen még egyszer. És akkor Ébri Gábor köszönhetjük. Most nem fejeződik be a konferencia mai szekciója, mert sorgál az utolsó előadásra is. Sajnos, jó, nem sorozásokat nem tudja kezdtem, de... Éppen ellenkezőleg. Viszont valahogy is kéne elhelyezkednem, hogy... Köszönöm szóval. Ez volt a biztos. Igen, csak csak úgy mondjuk. Értelemszerűen, mint utolsó, meg tekintettel a létszámra rövidre fogom, és akkor, hogyha beszélgetésünk, akkor kitehetünk a lényegre. A felhívásban ugye három szempontot kínáltatok nekünk, én ebből megpróbálnék kettőt ötvözni, tehát lesz ennek egy ilyen személyes, hogy egy ilyen esztétikai vetületben hogyan működik kutatás filozófiai élet. És aztán ennek egy múzeumi aspektusáról beszélek konkrétan, és úgymond szakmailag, de persze könnyen befogadható. A cím maga is, hogy azt se takarjam ki, láthatóan egy jelenkori fejleménynek fog kifutni, és provokatívan aktualizálva a dolgokat. Akkor most valaki, hogy veletek is, a kamerával is, meg közben a diával is kapcsolatban legyek. Az én témaválasztásom az most pontosan 20 éves. 1998 őszén egy Fulbright-os tanulmánynak köszönhetően kerültem ki New Yorkban,
és a 12 hónapból túlzás nélkül nem telt el több, mint egy pár hét, amikor a korábbi vacilláláson többféle téma érdekelt, ezek között a múzeum is, de ez csak egy volt a mondjuk két-három közül, ez néhány hét elől eldőlt. Az eredetéről egyébként annyit, hogyha számotokra érdekes, hogy alapszakos esztétika hallgatóként ugye 91 és 96 közötti időszakot érjük, amikor ez nekem zajlott. Radnóti Sándornak a Hamisítás című könyve készült, és ennek kapcsán ő órákon nagyon sokat beszélt művészeti intézményekről, konkrétan múzeumról. Mint hallgató ez rendkívül inspirált, ugyanakkor nagyon nagy távolságot is éreztem. A távolság azóta sem csökkent szellőnek köztünk, de nyilván a felnőtté válásra azért bevállaltam, hogy megpróbálom ezt a műfajt szerényebb szinten, de én is követni. Tehát egy ilyen több éves búvópatak várakozó helyzet után egész konkrétan ez az élettapasztalat rökött belőle. És azóta én is maradtam ehhez a témához, nagyon sokféle verzióban, empirikusan is, meg elméletileg is. Magyar nemzetközi viszonylatban könyvírás, meg kutatás, meg tanítás tekintetében. Központi kérdésként vizsgálom azt, hogy mi az, hogy művészeti érték, ez hol születik, és ennek nyilvánvalóan egy meghatározó intézménye a múzeum. Ezt jelenti az a rövid első bejegyzés, hogy Kánon képzőintézmény. És ehhez képest a mai alkalommal egy olyan fordulatról beszélek, oldottan, hangsúlyozottan, nem, vagy hangsúlyosan nem egy szaktudományos eladás formájában, hogy ez nagyon erősen megkerülhetődött már. És a múzeumi folyamatokból egy olyat emelek ki, ami talán éppen ennek a feltöltetését mutatja. Ezzel az új folyamattal, amiről beszélni fogok, az első élő találkozásom egy 2012-es, egyébként látszólag kanonizált témát követő nemzeti identitás kutatásban esett meg. Ezt a CEU vitte Magyarországra, egy széles európai kutatás volt, és a CEU egyik, mondjuk így, hogy a külsős kutatója volt, én is, akit bevontak. És ennek részeként tartottam Oszlóban előadást, aminek a végén a szintén előadó német kollégával beszélgettünk. Ebből a beszélgetésből az esti foci meccs nézés eredményeképpen tegeződés és utána egy e-mailes kapcsolattartás alakult. És így elkerültem a Hildesheim Egyetemre össze csak egy előadást tartani, most 2013. januárt írunk. Majd az előadás nyomán, ahol egyébként kelet-európai aktuális múzeumi fejleményekről beszéltem, a cukrásznában egy torta mellett felvetette, hogy beszállnánk-e, most már az egyetemet is mögé értve, egy négy európai egyetem által alapított konzorciumba, amit ők vezetnek. Természetesen örömmel igent mondtunk. És ennek részeként olyan több helyszínes kutatásba kerültünk be, amiről aztán már mutatok fotót is. Itt egyre gyakoribb volt az a téma, hogy egy múzeum ne önmaga döntsen a kanonizációs kérdésekről, gyűjtést a kiállításig, hanem különböző, mondjuk így, hogy külsősebb bevonásával, tehát egy participációs szemlélettel. És erre a kollégám, a művészettörténész kollégám a Momén, Germán Kinga, maga is PhD-zett szakember, de hangsúlyozottan a művészettörténész oldalról jön, gyakorló kurátor, különösen vevő lett, úgyhogy tulajdonképpen kettőnk közül, ő nyilván egyéb inspirációból is, de ezzel a lökéssel is élve, 2015 és 2017 között történetesen a Velencei Biennale pavilonjának a pályázatát is ő nyert el, és ilyen szemléletben valósította meg, és aztán más kiállításokat, valamint 2018-ban idén a Velencei Építészeti Biennalét, ugye két évente van képzőművészeti építészeti, a mi három hallgatónk által beadott, korábbi hallgatónk persze,
Mumán aktív kultúrmunkások által megnyert közös pályázat, vagy által megnyert közös pályázat nyerte meg, úgyhogy ez egy fantasztikus gyümölcse lett ennek az érdeklődésnek, mindkettőnk számára. De még ez is egy olyan elem itt az én első diákban, ami mondjuk így az én részemből azért csak egy kísérése, vagy egy asszisztenciája, vagy egy passzív érdeklődése volt ennek a jelenségcsomagnak, hogy beszálltam egy előadás, egy kutatás, oktatás elejéig, de nem kerültem ebbe mélyebben bele, a saját témáimat folytattam. És közben, most már idén januárt írunk, egy lengyel kutatásban először interjúalanként kerestek meg, hogy magyarországi múzeumi folyamatokról egy lengyelül és angolul megjelenő kutatáskötet számára készítsenek fel egy interjút, és az valahogy úgy sikerült, hogy utána visszatértek, hogy be is szállnék-e egy most pályázat alatt lévő projektjükbe, ami történetesen miről szól, a participatív múzeumi kultúrának a kritikájáról már. Tehát megjelenik az, hogy ez a folyamat annyira mainstream lett, annyira kanonizált lett a kánonnak ez a megkérdőjeleződése, hogy most már egy pár éve ennek kritikai diskurzusa is született. Hogy ez mennyiben áldemokratikus, mennyiben pseudo participatív. És végül idén szeptemberben kaptam az egyik folyóirattól recenziós felkérést két kötetről, amelyek a magyar szakirodalomban is nemzetközi szinten hardcover, tehát nem az oldalt stílus, nem az általam most képviselt soft, hanem a szaktudományos jelleggel két elsőrangú könyvről van szó, mind a kettőnek fogom mutatni az adatait is természetesen. Mutatja be ezt a témát. Tehát itt végül ezt el is vállaltam, nem sokan meg is fog jelenni a recenzió, és tulajdonképpen ennek a impulzus sornak ugye részeként érkezett Türötek és a felkérés, és akkor döntöttem úgy, hogy ebben a most már csak maradék 10 percben, mert tudatosan megosztottam a kartonok is ilyen szubjektív bevezetést a 20 percből, most akkor meséljek néhány aspektusból, hogy mi is ez a participatív ellenkanalizációs törekvés. Ez volt, tehát intézményileg nézve az a bizonyos kiinduló pont, Göteborgban vagyunk, Svédország második legnagyobb városa, a Világkultúra Múzeuma, ahol a Német Vezetési Konzorcium, itt a négy egyetem, ahova bekerültünk, hihetetlen érdekes volt asszociálva mondjuk akkor most Schillerről, Goethe-re, hogy van-e olyan világirodalom, van-e olyan világkultúra, mindezt elgondolkodni. És ők kettős értelemben is már 2013-ban egy participatív, tehát bevonó jellegű múzeum munkára hívtak meg minket. Egyrészt a hallgatók részvételére voltak kíváncsiak, hogy ők milyen inputtal jönnek. Másrészt a nekik kiadott feladat maga is arra vonatkozott, hogy mivel a migráció meghatározó mindenféle értelemszerűen aktuálpolitikai kérdést, a teljesen független múzeum számára, Világkultúra Múzeuma, ez egy kurátori szakmai kérdés, topik Svédországban is, ezt a típusú ugye a gyarmatosítás idejéből származó gyűjteményt, az intézmény frissebb, de magának az intézménynek a hagyományát, a hirtelen itt lakosként is megjelenő ilyen közösségekkel szintén participatív módon hogyan lehetne legitimálni új élethez segíteni. Tehát egy ilyen kettős legitimációs, participációs elképzelés volt, hogy az input jön a fiataloktól, a hallgatóktól, négy olyan képzésről, ahol mi egyébként elméleti órákban is, meg gyakorlatban is foglalkozunk múzeumi kérdésekkel, és a nekik adott feladat is erre vonatkozzon. Vagyis azt tapasztaljuk, ha most mondanék még további példákat, és nyilván azért az utolsó diány lesz rajta majd az a néhány forrás, ahol most már magyar szakirodalomban is nagyon jól lehet buvárkodni, hogy tengernyi ilyen esettanulmányt lehetne összegyűjteni. Azt tapasztaljuk, hogy a múzeumok markánsan és új módon fordulnak a jelen felé.
önmagában is ennek filozófiai kérdés, hogy a múzeum, mint időgép, hogy a múltra mennyire tud objektíven a jelen szűrőjétől függetlenül foglalkozni, de hogy ehhez valahogy viszonyulnia kell minden muzeológusnak, hogy ő mégiscsak a jelenben élő és a múltra foglalkozik, ez nyilvánvaló. Ugyanennyire triviális, hogy a jelen a múzeum számára téma a jövő szempontjából is. Hiszen a jelen a jövő múltja a majdani gyűjtemény tulajdonképpen a jelenbeli tárgyakból fog ilyen vagy olyan döntések nyomán összeállni. De mind a két szituációban, amit kiemeltem a sok lehetséges közül, a jelen inferior pozícióban van. Valamilyen szempontból eszköz, valamilyen szempontból szolgál, vagy a múlt felé, vagy a jövő felé. Ma viszont éppen azt tapasztaljuk, hogy önértéken kezdik a múzeumok kezelni a jelent, abból a típusú jelenkori régészeti aspektusból, hogy most találjuk már meg most, mint élő régészek, a majdani jövő számára izgalmas leleteket, ezeket ne kelljen majd később ugye előásni, nem csak régészetileg, ez lehet kulturális antropológia, bármi, magyarázom sem kell. Ehelyett, tehát hogy mondom, valami más idősiknak az alárendelt a jelen, nézzük meg, hogy a jelenben mit tud tenni a múzeum. Vagyis nem is annyira kutat, vizsgálódik, elemez ez a múzeumi felfogás, hanem alakítja a jelent. Itt próbál most valamit tenni. Tehát a múzeum kevésbé elefántcsontorony jellegű szaktudományos intézményként definiálja magát ebben a felfogásban, hanem társadalmi elemésként. Ezért adtam ennek a diának azt a címet, hogy hiszen ez egy nagyon jó filozófiai dilemma, a ribétől kezdve számos forrás található erre, hogy mit is jelent az, hogy a jelenben élni, a jelent dinamikusan megélni. És ehhez ugye egy nagyon más esztétika is társul, hiszen kulcs fontossága lesz, hogy milyen kölcsönhatás jön létre a kiállítás és a befogadó között. Hogyha én ugye valamilyen aktív ágásként, laboratóriumként, a, mondjuk úgy, hogy a 20-as évek orosz avantgárdja próbált ugye egy ilyen múzeumi felfogás felé menni, és ők hívták ezt a laboratóriumnak, ha ennek a hagyománynak a felelevenítése jegyében dolgozott, akkor nem csak, hogy egyes befogadókkal, hanem valójában a befogadók között szeretnék párbeszédet, kölcsönhatást létrehozni. Azt is mondhatja ez a múzeum, hogy az a tárgy, amit én kiteszek, amit én gyűjtöttem, kiállítottam, reprodukálok, katalogizáltam, most éppen előadok róla, foglalkozást szervezek köré, most csak ürügy. És a lényeg az a hatás, amit én kiváltok, ti közöttetek, az én különböző célcsoportjaim között, hogy ti interakcióval lépjetek. Vagyis nem csak arról van szó, hogy relációs tárgyak, hanem hogy ebből magamat, mint intézmény kioldom. A múzeum és a gyűjtő egy olyan enzim, olyan katalizátor ebben a felfogásban, amelyek a folyamatból tulajdonképpen minél hamarabb eltűnik, vagy láthatatlanná válik, annál jobb. Ő csak létre kell, hogy hozzon, elő kell, hogy segítsen egy diskurzust. Aminek, mint ugye vita, értelemszerűen nem is a végeredménye, hanem a folyamata a lényeg. Tehát a múzeumnak attól a hagyományától, hogy én vagyok az autoritás és döntéseket hozok, amit te passzívan befogadsz, előtok ahhoz a felfogásaink, hogy folyamat, nem az eredményt nézem, és ez közös. Ugye értelemszerűen itt az értékképző folyamat felelősségének mai szóval ugye az örökség definiálás, mi számít kulturális vagy nemzeti örökségnek, ennek a felelősségének megosztásáról van szó. Ugye, népszerű kifejezés az, hogy crowdfunding, nem egészen erről van szó, crowdsourcing egy szélesebb kategóriát jelent, ahol a source bármilyen értelemben az ötlet, a kezdeményezés, a forma, hogy ez Facebookon menjen, vagy bármilyen, bármilyen input, bottom-up érkezik. Másik kifejezés lehet erre a co-curator, azt gondolom, hogy ez magát lehetető könnyű. Összességében két korábbi múzeumi modellt is, vagy részben egy korábbi és részben egy mai, de már most az újak által, ennek a felfogásnak a hívei által
leváltanak a kitért múzeumi modellt tudnék kontrasztálni, hogy az egyik a passzív tanulás, mondjuk ez a hagyományos arisztokrata intézmény, a másik, ami a kultúripar, ugye a 20. század közepe, adorgóik, egészen posztmodern, ezek a kultúripar kihívásaival bátran kezdjük felvövő, popularizálódó intézmények, mint mondjuk egy amerikai típusú múzeum, ahol pedig ugye egy ilyen fogyasztói, hát a kritikusok által mondjuk Disney-rendszerű, reflektálatlan kultúrafogyasztás történik. Ehelyett a cselekvő elvállás fogalmazódik meg a látogatóval szemben, méghozzá részvételi, döntéshozói pozícióban. Végeredményben itt titokban egy politikai filozófiai krédóról van szó. Itt a múzeum azt modellezi, hogy állam és állampolgár viszonyában hogyan működhet egy jó részvételi demokrácia. Tehát, hogy a befogadó és a múzeum közösen iterálják a döntéseket, jó esetben a polisz hagyományait felelevenítve, de a Martin Bubert is mondhatjuk, hogy magánéletem mellett, hogy mi ez a közéleti cselekvés, ahol megvalósítom magamat. Ebben az aktivista felfogásban tulajdonképpen egy állampolgári lét modellje gyakorolható. Kicsiben a kultúra pályáján modellezhető, kipróbálható az, ami jó esetben makró társadalmi érdekekben is működik. Ha bárki közben végig egyébként a képanyag most éppen egy a mi különböző projektjénkről van, amit a hallgatókkal csináltunk, itt egy bolíviai textilnek a viphala, a új kiállítási kontextusát keresették pont ettől a típusú, mondjuk oktrojált, kiszakító, nagyon erősen dekontextualizáló hagyománytól elérve. Mielőtt azonban bárkit most követ vetne ezekre a muzeológusokra, hogy valójában itt társadalmi aktivistákról és nem tudósokról van szó, a fő érvük az, hogy éppen ez a típusú relevancia, hogy a valós folyamatokhoz fognak kapcsolódni, biztosítja azt, hogy ez ne egy áltudomány, hanem igazi tudományos érték, és az erről szóló publikációk, kiállítások lesznek a valós értéknek tekinthető tudományos mérföldkövek. Egyszerűen egy amerikai gyújjáncon pragmatista felfogásról van szó, hogy ezt ne szétválasszuk, hanem tudomány és társadalom azok kéz a kézben járhatnak, és éppen egymást erősíthetik. Tehát itt nem a tudomány vagy a múzeumunk a felvizezéséről van szó. Értelemszerűen mindez meg annyi tekintetben hálózati formában zajlik, hogy maguk az intézmények és a gyűjtemények meghaladnák azt, hogy ők a kultúripar versenytársai, és együttműködnének munkamegosztásban. Így kialakuló feltárt, felosztott terepen mindenki nagyon erősen kinyúlna iskolákhoz, akár egyházakhoz, sportintézményekhez, hogy hát ugye a társadalmi relevanciát, szignifikációt biztosítsa. Mindenütt magától értetődően nem csak hogy visszacsatolás, hanem ugye már a kezdettől fogva magukkal a reprezentáltakkal. Önmagában felmerülhet a kérdés, hogy ezek után még reprezentációról beszélünk-e, vagy nem reprezentáció, még csak nem is prezentáció, hanem tudást vagy élményt gyártana az érintettek köreivel közösen a múzeum tapasztalást. És hát szintén triviális, hogy médium használati, mediális értelemben már nem egy Gutenberg írott tudományosság alapján, hanem mai közösségi média és online és digitális kategóriák mentén működik egy ilyen múzeum. Összességében remélem, hogy a 20 percen belül vagyok a lezáráshoz közlemem. A sokféle lehetséges elnevezés közül én a Szimmetrikus Múzeum címkét választottam erre a
azt hiszem most már utolsó előtti diára. Mert hogy itt valójában arról van szó, hogy ez a kultúra felfogás, ez megpróbál egyensúlyt tartani a tudományos elvárások, nyilvánvalóan a szakmai érték, a másként definiált szakmai érték, egy nagyon megújított társadalom-tudományos módszertan, és a fogyasztó, a felhasználó, a létrehozó angol játékszóval, ugye a prosumer, a producer-consumer összevonásával, e között a két oldal között. Így ezt a múzeumi felfogást ugye egy jelen és jelenség, tehát kevésbé tárgy, kevésbé megfogható materiális kultúra, hanem inkább immateriális jelenségek, helyzetek, központoság jellemzi, még a tárgyon belül is az ahhoz kapcsolódó tapasztalások, információk, annak a tárgynak a helyzetei, a helyzetek megváltozása, áramlása, az ehhez tapadó kommunikatív gesztusok jelnek jelentést. Maga a gyűjtés is, hogy a tárgyak megszerzése, raktározása, megőrzése, az inkább teret ad annak, hogy dokumentálva legyenek ezek a folyamatok, méghozzá nagyon mai jellegű archiválással. Valójában ez az egykori enciklopédia programjától egyáltalán nem esik távol, csak ugye nem ilyen típusú taxonomizáló és definiáló lefedésről, akár írott szövegek formájában, akár a Flaubert-féle Huvár és Péküsi regényben, vagy egy ilyen teljesére törekvő mániára gondolunk, hanem éppen egy folyamatosan ilyen polipként terjeszkedő hálózat létrehozására, mert hogy ma ez enciklopédia. Úgy is megfogalmazhatnám ezt, hogy tárgyak, objektív gyűjtés, ugye három eddig alapkategória, ehelyett élethelyzetek, szubjektív megtapasztalása. És ez nyilvánvalóan egyik jár azzal, hogy elfogadom, hogy nem örökérvényességre törekszem, hanem itt mulandóságra, esendőségre elmúlhat. Viszont, hogyha a mai életközeget ez jellemzi, akkor valójában hazug és tudományosan szakmailag is téves lenne kiválasztanom mondjuk nagyon míves zongorát és pianinót, mert hogy ez egy magas kultúrának a megtestesülése, hogyha egyébként ennek a relevanciája amúgy nagyon beszökült. Az előző dián is majd ugye látható volt, hogy háttérképként az egyik meghatározó magyar könyvet tettem be, Fejőr Zoltán monográfiáját, a Néprajzi Múzeum volt főigazgatója, egy kitűnő könyvvel rukkolt elő erről a témáról. Itt pedig a nem véletlen egyébként, hogy szintén Néprajzi Múzeum egy, hát velem egy idős, úgyhogy mondjuk azt, hogy fiatal kollega, Frazon Zsófia, az ő általa vezetett kutatócsapat jelentette meg nemrég ezt a másik könyvet, ahol a zárszóként sorjáztam, hogy mennyi filozófiai aspektus, ez egy kifejezetten elméleti igényességű kötet mind a kettő, de ez is, a nemzetközi forrásaik is, az én mondjuk, hogy esetem a jellegű eladásomhoz képest, hogy mennyi filozófiai oldalra, hiszen társadalomfilozófia, politikafilozófia mind felmerült, és a három pont után végeredményben azért tettem oda ezt a közösség és egyén boldogulását, mert ez egy nagyon erős hivatása a filozófiának kezdetektől fogva, hogy minél is jó ez a, miről is szól az, hogy filozófia, és itt azért ezt kapargatjuk, hogy ez a múzeumi küldetés, ez szeretné azt elősegíteni, hogy a múzeum járuljon ehhez ezzel a típusú fórum szereppel hozzá, közösségi, társadalom szinten, ugyanúgy, mint egyéni szinten. És hogyha valakit érdekel, akkor itt vannak a könyvek pontos adatai. A MOME oldaláról is egy harmadikat hozzátettem, nyilván nem akarom reklámozni a egyetemet, de két kollégám, többek közt az említett German King, valamint egy másik kitűnő szakember, a Krutkai Zsófia szerkesztésében jelent meg, szintén frissen a
Digitális Múzeum című kötet, amelyik mindennek a digitális hálózati vetületéről is jócskán betekintést nyújt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek is, meg online is a figyelmet, és hogyha bármi kérdést tettem, akkor valami. Köszönjük szépen! Után örömmel utázom, hogy megérkeztél, és meghallgathatod egy utazást. Egyből kérdések tömkelegével állunk szemben. Veronika. Én is nagyon örültem az előadásnak, különösen azért, mert az utolsó előtt bemutatott könyvről, tehát erről a nyitott múzeumi könyvről én is írtam egy recenziót, tehát az most vagy a novemberi, vagy a decemberi színházban fog megjelenni, ami megint csak egy kicsit furcsa dolog, hogy miért jelenik meg egy színház folyóiratban egy recenzió a nyitott múzeum című könyvről, de hát ugyanazok a kezdeményezések, amelyek itt is megjelennek, tehát a közösségi múzeum, a részvételi múzeum, az ugyanígy a színházban is már nagyon régóta jelen van, tehát hogy közösségi színházat csináljuk, részvételi színházat csináljuk, a múzeumnak a színház felé való nyitása, tehát filmszínház múzeum is egy külön fejezetet is kap ebben a könyvben, és hát egyébként nekem ez egy hihetetlenül revelatív olvasmány volt, tehát hogy nagyon ritkán tart az ember ennyire izgalmas új enciklopédiát a kezében. Tehát ugye erről tényleg azt kell tudni, hogy ez egy kutatócsoport írta az egész könyvben, végig egy ilyen nagyon erős diskurzív írás jelenik meg, tehát egy olyan írás, ami folyamatosan az olvasót is így bevonja a saját játékterébe, tehát hogy ott is végig működik ez a hálózatos jelleg, amit említettél, tehát a fogalmaknak ezzel a nagyon-nagyon izgalmas hálózatával, és hát ugye szó volt az archívumról, tehát az online archívumról, ez a könyv is egyébként így online úton is elérhető még gazdagabban mindig. Tehát igazából nekem az volt a nagyszerű élmény, vagy egyszerre nagyszerű és egyszerre egy kicsit elkeserítő is a saját területen felől nézve, hogy a végkövetkeztetésem valahol az volt, hogy a kortárs muzeológia azért jóval előrébb jár, mint a kortárs színháztudomány, tehát hogy nehezen tudnám azt elképzelni, hogy mi színházasok egy ilyen igényű kézikönyvet tudjunk összeállítani, tehát és igen, tehát hogy tényleg ez egy egészen csodálatos és nagyszerű kezdeményezés. Nekem naív kérdésem, ezt nem nagyon érdekesnek tartottam ezt az előadást. Az egyik az, hogy nem volt világos, hogy egy ilyen múzeumban, mint ez a világ kultúra múzeumban, hogy van még tárgyakat gyűjtenek még. Ha igen, akkor milyen policy szerint, hogy mi ezeknek a kiválaszt, hogyan választódnak ezek ki. És hát teljesen naivan úgy képzelném el, hogy a világ kultúra múzeum az eredetileg egy ilyen gyarmati intézmény, ahol begyűjtik a tárgyakat a gyarmati birodalmakról, és ezeket mutatják, és ebben az eredeti gyarmati kontextusban, vagy ebben az eredeti gyarmati logikában nem túlságosan érdekes az, hogy egy tárgyat az eredeti kontextusából kiszakítanak és elvisznek a múzeumban. És az a kérdés, hogy ilyen konfliktussal szembesültek, hogy ilyen dilemmákkal szembesültek. Tehát én azt feltételezem, hogy egy olyan tárgy, ami egy ilyen múzeumba kerülne, az a mi szempontunkból a kultúra része és a művészet része, még a világ másik felében a szakrális tárgy megengedhetően ezt a kontextust. Erre, hogy ilyen problémával szembesültek, és ilyen, akkor erre hogy lehet reagálni. De tulajdonképpen a tárgyak gyűjtésének is új kontextus.
szélsének a problémájának. A konkrét múzeum nagyon friss intézmény. Négy korábbi közgyűjteményt vontak össze. Pontosan azért, mert ezek az Európán kívüli gyűjtemények Svédországban ezt a gyarmati örökséget hallgatták. És úgy érezte a svéd kormány, hogy az új lendülethez jobb új intézmény is. 2004-ben hozták létre így az új épületet, és látszott az első ilyen, hogy egy viszonylag mai jellegű múzeumról van szó. De már a működésnek tizedik évében, ami 2013-ban kerültünk oda a négy egyetem hallgató csapatával, ott voltak, hogy az első 10 év, és nem is egész, de mondjuk a felkészüléssel együtt, mire megnyitották, a 10 év munkatapasztalat alapján gyökeres változásokat szerettek volna. Tehát ők is érzékelték, hogy bár a létrehozásuk is azért történt, hogy az eredeti négy közgyűjteményt mozdítsák ki a pozícióból, de hogy már az az általuk egyébként nagyon újítónak elképzelt nyitókiállítás is azon is túllépett az idő. Feltételezem, hogy ebbe a globális jelenségként értelmezett migráció nagyon erősen szerepet játszott, hogy a svédek is egy radikálisan új társadalmi helyzettel szembesültek. És mindaz, ami annak a kérdése lehetett, hogy mondjuk a 200 évvel korábbi akár katonai vagy kereskedelmi utakról hozott így úgy ide számozott tárgyaknak milyen ma érvényes bemutatása a többségi társadalom számára, de ez ebben az értelemben egy szűk közönséget érdeklő elitkedésemben is, az hirtelen egészen új tétet kapott azáltal, hogy itt vannak az érintettek leszármazottan. Most a konkrét svéd múzeumon túllépek, egyébként a mi saját élményeinket én meg is írtam, hogy fejezetben ez két helyen is megjelent. Más kollégák is írtak, akik oda kerültek, tehát akár magyar nyelven is nyilván nem probléma az angol olvasás, de hogy mi is törekedtünk arra, akik bekerültünk ebbe a folyamatba, hogy magyar kiadványokban is legyen ennek írott nyoma. Tehát én magam is mondom, összefoglaltam egy konkrét könyvfejezetben, hogy mi hogy zajlottunk. Ennél szélesebben én, ha most itt a vezető párizsi kébrali múzeumtak, ez a többi érintett közgyűjteményt is tekinteni csak a svédeket, akkor azt látom, hogy itt feltetően gyökeresen meg fog változni, még az eddigi elképzeléseinkhez képest is, hogy milyen elvárások lesznek majd ezeknek a tárgyaknak a kezelésével, kiállításával, egyáltalán a tárgymi voltuk, a státuszok elismerésével kapcsolatban. A restitúciótól kezdve a közös tulajdonláson és az érintett közönségek vagy közösségek bevonásával való eldöntésen át nagyon új elképzelések várhatóak. És ez mélyrehatóan politikai kérdés, hogy azt a típusú hozzáállást, amit ugye Európa, nem európai kontinensekkel és kultúrákkal szemben évszázadokon át képviselt, ezt most mennyire fogja korrigálni, felüljövni. Nem kell egyébként ehhez feltétlenül Európán kívüli példákat hozni, de azt mondod, hogy ezek szakrális kontextusból lettek kiszakítva, de egy gótikus szárnyasodtál is. Amikor azt létrehozták, az azt megalkotó művész elsősorban nem is művésznek tekintette magát, és az alkotása bizonyosan nem műalkotásnak. Nem véletlen, hogy a múzeum is csak a modern művészetfogalom létrejötte után tud létrejönni, hiszen nem létezett volna egy ilyen sablon, amiért a múzeum intézményeinek gyökeret kellene ereszteni.
És ha mondjuk a kelet-európai országokban az ikonok kezelése egy példáját nézem, Románia, Oroszország például tucatját hozza, hogy megjelenik ez a mondjuk csak kettő, nem több, nyilvánvalóan még több jelentésre is van szó, de ugye csak azt, hogy a szakrális meg az esztétikai nyilván még több dimenzió is hozható ide, de hogy most akkor még az érvényes, esetleg lehet-e mind a kettőt működtetni, reszakralizálható egy műtárgy, elképzelhető, hogy egy múzeum, ami éppen ugye egy deszakralizált kultúra felfogás templomaként etablált magát, szerepet váltson, vagy egy tárgynak fizikailag és nyilvántartásilag is, meg identitásban is többféle helye legyen. Úgyhogy itt a saját kultúrkörünkben is itt van az a kérdés. És azért próbáltam kicsit nyilván kikerülve válaszoltam, mert hogy erre egyrészt nagyon nehéz lenne röviden válaszolni, másrészt azt gondolom, hogy az elején vagyok egy folyamatnak. Ezt egész más dimenzióban elzsimmárványok. Hamarosan azt gondolom, hogy például nem lesz PC már itt. Tehát már valószínűleg a határnál vagyok én is annak, hogy már jobb lett volna, hogyha másként mondjuk úgy fogalmazok, hogy a Freeze bizonyos darabjai. Az Athén London viaskodás is egyáltalán nem lefutott, hogy ez merő kommunikációs kérdés lenne, és utána a gátszakodás is minden nyitott. A múzeum egész, magában az, hogy múzeumi gyűjtemény is, szerintem ez egy teljesen nyitott kérdés, hogy mire mi megöregszünk, még ilyen típusú múzeumi gyűjtemények léteznek volna. Kis kérdésem lehet, tehát ami... Igen, de ha előtte én mondhatok valamit. De ha akarod... Nem, mert ez mellékes, tehát, hogy utána... De utána, ne felejtsd el, hogy... Egy borzasztó érdekes, tehát, hogy nekem két kérdés van ennek. Hogy én imádom a múzeumokat, rendben az elmúlt múzeumot, de soha nem tettem fel ezt a kérdést, hogy mi a múzeum, vagy mi a múzeum lényege. Pedig filozófusként általában elég sok dolog kapcsán ezt költözöm, de most ezt köszönöm, hogy ez most így szembe jött velem. Igen, ez nagyon veszélyes, ne haragudj, nem biztos, hogy érdemes ezt megfogadnom, mert legalábbis én nem tudok most már kilépni abból, tehát én nem tudok Schiller naív múzeumlátogatóként most már kiállításra menni. Jó. Tehát, hogy ez veszélyes, ez a szellempalaszból, ha az ember elkezd ráreflektálni, onnantól nem tudsz befogadó lenni. Nagyon izgalmas, a teljes új perspektíva nyílik meg, de ez olyan, mintha színháza is elmész egy előadásra, és folyamatosan azt érzed, hogy kívül vagy, és a rendezés nézed, és mintha állandóan Brechti színházban lennél. Szóval veszélyes. Jó. Na jó, szeretném, hogy a feleségem sokat szokunk erről beszélgetni, mi a szerepe a múzeumnak, de így ideig nem jutottam. Na, a lényeg az, hogy két kérdésem lenne, tehát hogy itt tényleg valami egészen új koncepciót mutattál meg, hogy arról nem beszéltél, csak így nagyon futólag, hogy akkor most, hogy egyfajta diszkuszió lenne a fő tétje annak, hogy ott tárgyak vannak valamilyen módon egy térben kiállítva, hogy az, hogy ott az a köré emberek szerveződjenek össze, és valamilyen módon beszédbe kerüljenek, tehát hogy itt akkor nem a maga kiállítás részül meg az egy befogadási, vagy esztétikai élmény, vagy bármilyen ismeretközlés, vagy nem tudom én, hanem inkább egy interaktív aktus, tehát hogy ez lenne a... Igen, de hamarabbtól. Tehát ez most is zárik, ez nagyon széles körben megvalósul már, amit most látszolsz. A lényeg az lenne, hogy ne hozzam meg a múzeum előre a döntéseket, hogy ő ezt gyűjti, ezt állítja ki, és én szervezek hozzá egy foglalkozást, amire behívok csoportokat, hanem az egész folyamat legyen közös. És ebben az értelemben akkor az is, hogy mi az, hogy ismered, az is akkor már közös eldöntése kerülne az egész folyamat. Jó, akkor ehhez kapcsolódik a másik kérdésem, hogy ma Magyarország itt. Tehát azért van egy politika, ami például a múzeumoknak menedzselésében is megnyomta. Ennek, amiről most beszélünk, ez nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy homlok egy elmestelen, tehát ez egy
irányba megy az. Igen, de szerencsére. De hogy, hogy erről milyen esély lesz? Tehát, hogy már csak olyan szinten is kérdezem, hogy oké, mondjuk legyen az, hogy a svédek összefognak, és akkor kitalálják, hogy mi legyen a múzeumokban. De hogy a magyarok összefognak, hogy mi kitalálják, hogy mi legyen kik. Tehát a szegediek azok biztos nem fognak összefogni, vagy a pécsiek, vagy a budapestiek. Én azt mondom, hogy ha például két-három magyar nyelvű, nagyon színvonalas kötet is megjelent már a kapcsolatához, az egy elég komoly fegyvertény, és nem recepcióról van szó, hiszen a Ferenc Zoli és az összes kollég, mindenki, ők csinálják. Mi is a hallgatókkal rendre nem csak, hogy elmegyünk megnézni, hanem megpróbáljuk a hallgatókat bedobni a helyzetbe. Lehet ilyennel diplomázni már nálunk a MOI-n, tehát például ilyen progresszívebb műhelyek, mondjuk egy művészeti egyetem, nyilván megfelelő későbbi életet jelentenek. Amúgy, ha kérdezted, most akkor a kamera tanulja lehet ilyen kiszólásoknak, hogy az én most megjelenő recenzióm és hát kozmetikázottan pozitív, mert azért szerettem volna én is ellenbúzítani ezt a folyamatot, és a nagyon sok teljesen igazából nyilvánvaló, hogy felülről nagyon sok negatív impulzus érkezik, és ehhez képest a pozitív dolgokat jobban kiemelni, és ezért például minden érintett kollégával beszéltem, és ők is alapvetően véleményedet osztják, és milyen csalódottságokkal küzdenek, és magányos harcosnak élik meg magukat, és mindezt kicenzúrásnak a recenzióból is. Tehát, hogy persze ez mindig egy kicsit ilyen játék, de nagyon sokszor akkor ez vidéken, kisebb műhelyekben, de búvópataként ez megjelent. Én akkor még egy kicsit a nagy világra térnék vissza, mert hogy engem is egyébként sokszor foglalkoztat ez a kérdés, amit a Tamás mondott, hogy mi a múzeum, tehát hogy most nekem idén nyáron ősszel két ilyen nagy furcsa élményem volt, az egyik az Rómában a Maxi, a másik az Lyonban a Confluence. Tehát hogy mind a kettőnél azért az embernek van egy olyan érzése, hogy eléggé üres térbe lépett. Tehát hogy a Maxi esetében is, tehát például effektíve láttam, amikor a turisták elkezdték a falat fényképezni, tehát amikor így már nem tudjuk eldönteni, hogy mi a műalkotás és mi az, ami a múzeumnak a fala, és tényleg nagyon szép fala van a Maxinál, tehát ez azért nem egy kiállítási tárgy, mondjuk ezt a műzédi konfliantban jobban megcsinálják, mert ő felvisznek minket, nem tudom, a második vagy harmadik emeletre, ahol van négy darab terem, ami ilyen állandó kiállítási tér, ahol egyébként azzal játszanak szerintem, amit te is mondtál, hogy hogyan lehet újra szaktalizálni is a múzeumot, mert hogy a négy terem az ugye olyan neveket visel, hogy a kezdet, talán a nem tudom, fajok, társadalmak, és a negyedik pedig talán az örök lény, tehát hogy így a kezdetből mondták is nekem a terem örök, hogy nem lehet akárhol